Meg is jöttünk, meg is találtuk akkor a sárkányt. Itt szépen megküzdünk vele. Győzz le Tejdot. You're Tejd, aren't you? I was warned long ago this day would come, but I never believed it. Are you so eager to die, dragon? You represent your species well, human. Completely ignorant and full of hostility. Says the leader of an invading army? Though born in darkness, dragonkind favors the light. Long have I watched from below, as my brothers and sisters have attempted peaceful homesteads in the middle world, only to face constant threats from humanity. We seek a realm under the sun, here in Ulgarencia. You simply will not allow it. You are no different than the others, Tejd. Do not pretend dragons have ever arrived to Operencia fueled by anything but fury and malice. You are wrong, because I am different. I am the first to enter this realm with nothing but fury and malice. It is the only way. Can we kill him now? Yes. Na, ebből is ugye most egy összejött gyakorlatilag így a nagy történet, hogy annak idején igen, a kedvek szerint a sárkányok felpróbáltak jönni az alvilágból ide a középső világba, hogy itt repülhessenek és hogy nyugodtan békésen legyenek, de az emberek veszélyt láttak bennük, szörnyeket láttak bennük, és az összeset ugye szépen lassan elkezdték üldözni és legyőzni, és megölték az összeset, és Tejd az egyedüli, vagyis a Tejd az első olyan sárkány, aki nem azért jött fel az alvilágból, hogy békésen együtt élhessen, hanem már bosszúból, hogy na most akkor tényleg akkor elintézi az embereket, ha már az emberek nem engedik meg, hogy itt idefentők legyenek. Úgyhogy meg lehet érteni most már legalább a gonoszoknak a... Tehát itt az első igazából, tehát igen, fogalmazzuk úgy, hogy az első olyan játék szinte, ahol a leges legelején már elmondja, és meg lehet érteni a fő ellenfélnek is a motivációját, hogy miért csinálja azt, amit. Na de! Fő ellenség, tűzlehelle, találati esély 85%, és elvileg semmire se immunis. Elvileg. Aztán igazából, hogy ebben mennyire igaz, az ma más kérdés. Na. Na hát ezt kivédte. Hát jó van, akkor védekezünk. Mert nyomott ránk egy némítást, úgyhogy senki nem tud varázsolni, kivéve Garabanciás. Ezek szerint, úgyhogy akkor nyomok én is rá egy némítást, hogy ő se tudjon varázsolni. Mégpedig 5 körön keresztül akkor nem tud ő varázsolni, jó. Mi meg addig védekezünk, és addig fizikálisan ütjük. Én is akkor addig védekezek, hogy visszatöltődjön egy kis energia. Na. Visszatámadások sorozata van egyfolytában. Oda-vissza. Na, nyomunk egy provokálást Attilával, hogy őt üsse. Addig nyomatunk egy tömeges gyógyítást. Meg Rékával visszagyógyítjuk magunkat. Na és akkor. Egyszer. Kétszer. Energiapajzs lehetővé teszi, hogy a védelem alatt álló csapattárs sak feléjék az energiájuk. Akkor a következő 5 körben. Akkor ezt rátesszük Attilára. Az elszenvedett sebzés 30%-a energiájukból kerül levonásra. Tehát igen, nem csak hogy az élet... Tehát igen, ez azért jó, mert az életerő... Hogyha eltalálnak, akkor életerő is csökken, de 30%-ban csak az energiát csökkenti le. Tehát igazából egy kicsi védelmet azért ad. Jó. Oké. Képesség egy után visszagyógyít az életerők 22%-át, az egyelőre akkor nem kell. A királyért, ez az, ami minden csapattársak visszatölti az energiájának a 25%-át, úgyhogy ezt akkor alkalmazzuk. Nyomatjuk a szikrát. Nyomatjuk akkor a fogazott nyilat, amit kivéd. Semmi probléma nincsen. Fellelkesíted a csapattársaidat, ezzel védelmi bónusz biztosítok ugye mindenkinek. Ezzel meg ugye némítani tudnék. De azt mondom, hogy akkor legyen egy hasítás. A
akkor legyen egy... hangok a mélyből. Ami ezek szerint nem hatott rá. Akkor legyen egy félelemkeltés. Ami szintén nem hatott rá. Nyomhatunk egy provokálást továbbra is. Ezek szerint elnémult a göncöl. Jó, visszagyógyítjuk magunkat. Na Attila egyelőre jól áll. Jó, üssük. Hát itt is akkor csak ütök. Amíg nem tudok vele varázsolni a göncöllel. Nyomhatunk sziklát. Akkor... nyomhatjuk ezt a ma nem bukunk elt. Mert ez gyógyít is, meg védelmet ad. Nyomhatunk egy tömeges gyógyítást, nem tömeges gyógyítás azok, hanem elnémítom megint. Hogy ne varázsoljon. Nem csak fizikálisan támadjon, és úgyis ugye Attilát. Aki viszont eléggé masszív ember, úgyhogy... nem hiszem, hogy el fog... veszni. Hát nyomhatunk egy védekezés is, hogy még nagyobb legyen a védelmünk. És akkor göncöllel meg lőjük. Meg akkor teszünk egy energiapajzsot is Attilára még egyszer. Meg egy provokálást. Jó. Aztán akkor vehet egy hóvihar. Jöhet akkor mondjuk egy sólyomcsapás. Nagyon jó, nagyon szépet sebzett. Oké. Okay. Jöhet a lesújtás. Jöhet egy villámló csapás. Jöhet egy gyógyítás Attilára, maximumra. Na, szépen kivédekeztük, úgyhogy... 9 életereje maradt. Hát akkor legyen egy hasítás. És vége. Legyőztük. Not prepared. Few are. None are. Did you truly hope to resolve this matter with sheer brute force? It seemed to work for you. You still don't understand, do you? I suppose I never will. Egy év volt a prológus. Attila's triumph cemented his legacy. The scourge of demons. Peace reigned, until one day, the great king died, and with him, order and unity. Attila's great battle was but a forgotten tale. Driven by vengeance, the underworld developed a new plan. With no strong leaders in Operencia, who would dare try to stop them from invading the Middle World? Who, indeed? Excuse me, please wait. Madam? What's the matter with them? They look scared. Na. Hát mitől vagytok ennyire rémültek? Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. Hello? I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Is anyone there? We need help. No one is going to let us in. What's the matter with them? Hát ugye mi történelemből tudhatjuk, hogy ilyenkor mi történik, hogy miért zárkóznak el az emberek. De majd kicsit később mindjárt mi is megtudjuk. I don't believe it. They're hiding. Hát igen, mindenhol be vannak deszkázva. Someone's there. We'll come back later when things are better. You'll be dead before things get better here.
That's enough! Don't want to talk about it anymore. No. Tettünk akkor egy kört. Igen. Mindenhol be vannak deszkázva, mindenki be van zárkózva. Senki nem mer előjönni. Viszont mi itt körbenézünk. Az lehet, hogy nem tetszik ez a hely, de van itt egy szappan. Leave it alone. No. Szappan. Mikor elterjedt a gyilkos gőzöktől való félelem, a holtak szagától való félelemmel egyetemben, a higiénia fontos szerepet játszott a városok és a falvak fejlesztésében. Elkezdtek megjelenni a kezdetleges csatornák, és a legtöbb falunak lettek szaunái, nyilvános fürdői, amik mindenki számára elérhetők voltak. Mindenki mosott kezet napi rendszerességgel, az étkezés előtt még a legszegényebb helyen is megtalálható volt a szappan. Ez így van. Mert annak idején, tehát azelőtt nem volt. Ezért is haltak könnyebben az emberek. Oh, look! Someone's drawn something on the doors. Come back here! That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right, sorry. Igen, ahol meg vannak jelölve, ők olyan betegséget hordoznak, ami fertőző. És igen, hát a pest is volt ilyen, igen, hogy őket elzárták, és az összes bútorukat úgy, hogy van, elégették. Mert az is fertőző lehetett. Legalábbis így gondolták. Amicia, do apples on a tree belong to everyone? Hát azt nem tudom, hogy elég fa van azon az almán mindenki számára. De abból se fogunk venni, mert ki tudja. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. Igen. Fertőzés van. Ezért menekül, ezért bújkál itt mindenki. Pontosan. I can smell something cooking. Is it fair? It doesn't sound like a fair. Good Lord. I'll be damned. You're the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! Igen, régen is voltak hülyék. Uá, oké, erre megyünk. All's quiet. He's going to see us. Don't move. Wait. Until they show themselves. Then we'll... What was that noise? Gyere csak! Nézd meg, hogy mi volt az a zaj. Mi meg el tudunk menni addig. Jó. Mehetünk. Jajjaj, nem erre, futás. Apparently I was not the only visitor to the museum tonight. Someone else got here before me. Someone with a twitchy trigger finger. Rose, can you hear me? Yes, what is it? Have you already found Blooming? No. There are a few other people wandering around here, and they definitely have not booked the night tour. People with automatic weapons. Automatic weapons? Be careful, Eric. The best way for you to get into the building is through the annex. There's a connection to the foyer on the top floor. Okay, I'll get back to you later.
No. Itt már van is egy első ellenfelünk, de azért alaposan körbenézünk. Másosra lehet tudni. A lényeg, hogy játékon belül amúgy vannak ilyen PDA-k, amiket össze lehet szedni. Egy azért, hogy elolvassuk őket. Kettő, azért, hogyha megtaláljuk őket, akkor az bónusz tapasztalati pontot is ad. De ahogy nézem, egyelőre itt sehol semmi. Itt van még egy holttest. Most ott vannak még hárman. Na, következő dolgot csináljuk, hogy egyelőre beteszem a regenerációt, hogy ne legyen itt jobb alsó sorokban a vektörés meg az ányfogás. Mert egyelőre nincsen rá szükségünk. Na, tipp! Néha az ellenfelek másra koncentrálnak és nem figyelnek a környezetükre, akkor végezhetsz velük, vagy elosolva mellettük tovább haladhatsz a következő helyszínre. Na most a lényeg, hogyha elintézzük őket, akkor az azért bónusz tapasztalati pontot ad. Úgyhogy szerintem érdemesebb elintézni őket. Hoppá, bocsánat. Itt van egy PDA. Az ilyeneket kell keresni. Csak tök jó lenne, hogyha itt van, jó. Szóval, e-mail. Küldő John A. Blooming, tárgy, probléma megoldva. Üdvözlöm, Mr. Reading. Vagy Reading. Annyit szerettem volna önnek mondani, hogy többé nem kell aggódnia a túlságosan kíváncsi személyek miatt. A kicsinyeim már elintézték nekünk. Így nyugodtan alhatunk. Legyen szíves később meglátogatni a dolgozószobámban. Van pár dolog, amit szeretnék önnel megbeszélni a testvilág kiállításainkkal kapcsolatban. A beszerzés sajnos túlságosan lassan halad. Tudom, hogy már elhagytuk az ön komfortzónáját és felkavartuk a port. Nagyon fontos, hogy ez a kiállítás nagyszerű legyen. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a műsort igen különlegessé tegyem. Esetleg a beszerzést a város más részére is kiterjeszthetnénk? Én a lyukra gondoltam, ahol senkit sem zavarna, ha új kiállított tárgyakat szerezne nekem. Nem igaz? Ugye igaz? De ahogy mondtam, látogasson meg később a műhelyemben, és hozzon valamit a kicsinyeimnek. Hoppá, rossz gomb. Na, 200 tapasztalati pontot ad egy PDA, hogyha megtaláljuk és elolvassuk. No. Kísért figyelemmel a földön fekvő tárgyakat, ha rájuk lépsz, zajt okozol, még lopakodás közben is. Tipp. Néha az ellenfelek egyáltalán nem mozognak, inkább egyetlen irányba figyelnek. Végezz velük, vagy osonnyel mellettük a következő helyszínre. Figyelem, egy másik ellenfél elég közel van, hogy meghallja, amit ebből táplálkozol. Ebből is utal a játék arra, hogy csak szimplán intézzem el. Egy ne. Néhány ellenfél csak keveset mozog, éppen annyit, hogy megváltozzon a látószögük. Figyeld ki őket és próbáld meg felfedezni az időzítésüket. Haladj tovább a következő helyszínre, vagy végezz vele. Hát azért én elkapom. Na, és már is megint szintet léptünk, úgyhogy kaptunk egy új erőpontot. Na, az ányfogás kellene amúgy. Úgyhogy akkor még nem lépünk szintet. Jó, akkor megvárjuk, amíg még lesz még egy pontom. Addig meg szépen lassan haladunk. The museum entrance was blocked. I wouldn't be getting into the building that way. I'd have to take the connecting tunnel from the annex, like Rose said. All clear so far. Yeah, no signs of disturbance. Számos ellenfél összehangolt ütemben halad. Figyeld ki őket és próbáld meg felfedezni az útvonalukat és időzítésüket. Jó. Jó, itt hárman voltak, de a harmadik az hátrament. Elméletileg emlékeim szerint az nem fog többet visszajönni. Úgyhogy csak ezt a kettőt kell megfigyelni, hogy hogyan mozog. Aki közelebb van, az mindjárt lemegy itt balra. Ott a lépcsőn. Az pedig szépen eltávozik.
eltávolodik innen, úgyhogy ezt most gyorsan is tudjuk intézni. És gyorsan elhúzom innen, mielőtt még visszatérne a társa és észrevenni. Jó. Most megvárjuk, amíg ez is fogja magát és kicsit odébb megy. Amúgy fönt is van ott a második emeleten valaki, de hála a jó égnek, nem lát le ide. Türelemjáték, meg kell várni. Jó, ez is megvolt. Biztonság kedvéért idehúzom a haverja mellé. Nehogy nekem még a végén itt valaki kitalálja, hogy meglátja. Négyni. És akkor haladhatunk szépen befelé. Van bőven. Jó, másodlagos küldetés sikeredett. Úgyhogy akkor irány ide az első pozícióba. Csak előtte meg kéne ugye tisztítani. Meg nem ártana összeszedni egy kis életerőt. Hogy. Na, még 8-an vagy 6-an vannak itt erre. Jó, fölveszem a gépfegyvert. Meg az életerőt. Na, oké, a kör megtisztult, úgyhogy le tudtuk rakni ezt a kemikáliát, és ezt a gépezetet. És most semmi más dolgunk nincsen, mint megvédjük. Jó, dagijanak annyi. Mindjárt nekem is. Ha így folytatom. Igen, néha azon gondolkodok, hogy jobb lett volna a sportautót hozni, mert az úgy kezesebb egy picit. Csak ugye a taxi ugye az meg masszívabb. Nem kell aggódni, majd később lesz masszív és erősebb autó is. Igen. Kifogytam a gépfegyverből. Hogy. Na, az első meg is van. És jöhet a második. Csak előtte felfrissítjük magunkat. Minden tekintetből, nitróból is. Bár mondjuk a nitrót azt most nagyon nem használtam. Pedig amúgy használhatnám. Igen, oda kell nekem elmenni. Jó, hogy ott van életerő. Töltő, csomag. Jó, majdnem jó volt. Igen, hogyha így nyomom közben a nitrót, akkor ugye hátrafelé is tudok sebezni. Egy darabig. Oké, vagy ha szétszedik az autót. De csak nem. Jó, nitrót újra töltjük. Fölveszik a gépfegyvert. Igen, egyelőre még nem mozog annyira jól a kicsike. Áj, fogjatok már el! Na, még 3. Na, nézzük. Jó, akkor újra töltöm magamat. Minden szempontból. Vagy. És akkor jöhet a védelem. Oké.
Oké, elfogytunk, vagyis hát annyira nem oké, de elfogytunk. Nem tudom miért, de valamiért ezt mindig is könnyebbnek találtam, ezért volt az, hogy mindig a másikkal kezdek, mert valahogy úgy érzem, hogy az a nehezebb. Ezt nem tudom valamiért, de ez a terület itt valamiért könnyebbnek tűnik. Aztán lehet, hogy csak én képzelem be magamnak. Ó, pont elfogytunk. Nem, mint hogyha annyira kellene a gépfegyver, de biztos, ami tuti. És igazából ennyi, a másodlagos feladat is megvan. Most elmehetnék és összeszedegethetnék pénzt, meg ugye farmolhatnék, de igazából minek. Úgy. És akkor jön a sereg. Ami zseniális ebben a játékban, az a látványvilág, a hangulat és a zene. Tehát ez a három, ez így, nagyon jó. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Jó. Sétán, gyere, közelebb nyom meg az E-gombot, lefelé vezető lépcsők 36 darab. Van egy terminál, azzal majd mindjárt foglalkozunk. Elvileg igen, itt most nem tudunk átmenni. Amikor ilyen harci szituáció van, akkor a játék lezárja úgymond az arénát idézőjelben. És akkor kénytelenek vagyunk harcolni. Jó. Na, egyenes vonul egyenletes mozgás fogunk így alkalmazni ezekre. Elvileg. Ha így csinálom, két bridge-et alkalmazok, akkor minden jó lesz. Jó, megvan, akkor minden. És már 40%-nál tartunk. Ébren van? Plot L. Nyomj el gombot, hozzáállás, robbanékony, feldolgozottság 77%. Hi. You okay? I see. Sure. She wants to come along. We can use her. No. Kaptunk is egy új képességet, a Sparkot. Ő a hármas lesz. Kereszteződés, igen, lássuk. Igen, de először megnézzük ezt az OVC terminált. Nyomj el gombot. Elérhető előrejelzések 2. Gyere közelebb. Holnapi előrejelzés. Holnap új nap lesz felhőparton. Ön milyenre szeretné? Közé téve 2067. 6. hónap 26-a, 19 óra 36, felhőpart központi hatóság által eredmény mutatását kérjük. Melyik klíma inkább a kedvére való? Meleg, napos, könnyű szellő, enyhe szorványos felhőzet. Én azt mondom, hogy legyen enyhe szorványos felhőzet. Köszönjük szavazatát, eredmények. Enyhe szorványos felhőzet 49%, meleg, napos, könnyű szellő 51%. Úgyhogy a meleg, napos szellő fog nyerni holnapi napra. Érdekesség, igen, nem? Tehát, hogy a jövőben már meghatározhatjuk, tehát szavazással döntik el, hogy holnap milyen időjárás legyen. Where were we? Watch out. Uh-oh. Okay. Ha a Sparkot, akkor oda belövök. Egyet ide is belövünk. Egyet oda is. Meg egyet így oda is. Majdnem sikerült mindegyiket eltalálni egy kör alatt. Így né. No, 50%-on állunk jelen pillanatban. Úgyhogy még a felét még össze kell szednünk, és akkor már szintet tudunk lépni. Használom akkor a Sparkot egyelőre. És akkor tovább sétálunk. Ez amúgy a maximális sebesség.
Igen. Ezek itt mi vagyunk. I'm so sorry, Red. They took your voice. I couldn't stop them. But we took something of theirs. Hey, let's just go. Come on, just go. Just... Ajaj. Egyet így csinálunk, és akkor utána meg ide jövünk hátra. Ez az ifjú hölgy. Ez egy érdekes ellenfél. Mert ez azt csinálja, hogy amint megtámadom, valamivel elteleportál. Úgyhogy én ilyen crash-ekkel szoktam elintézni. Egyet oda, és akkor jövünk szépen ide. Jó, és akkor ide középre beállok. Ajaj, igen, ez is probléma. Legutóbbi cselekvés visszavonása az R betűvel lehet. Cséges. Oké, ide kijövünk. Aztán bízzunk benne. Az lenne jó, hogyha egy kupacba lennének, de hát nincsenek egy kupacba. Egyet oda. Egy crash. És talán még arra van idő. Let's go. Úgy. Okay. Side street due east. Through there. 80%-on vagyunk. Jó, haladhatunk tovább. Töréspont, nyomjál gombot, nyitva van. Vagy töréspont, na. Gomb. És megint egy olyan látvány tárul elénk, amiről még mindig azt mondom, hogy ez a játék, ez szép. 2019-es játék, igen. Na nézzük akkor. What the? Hello? Anyone? What the hell was that? Rose? Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what, exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Open safe, get key card, use elevator, meet in your apartment. I got it. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal.
Oh, and sis? Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. Egy maszk. Maszk, időjárás technológia. A belsejében a következőt gravírozták. Időjárás technológia, anomitás maszk. Visszajutatni a Warden Cliff képviselőjének. Hát jó, itt volt ilyen állarcos, maszkos bál. Szerű. Valami. Na nézzük át gyorsan itt a dolgokat. Jó, ide nem tudok bemenni. Itt is van egy maszk. Hajóbiztonság. A belsejében a következőt gravírozták. Hajóbiztonság, anonimitás maszk. Visszajuttatni a Warden Cliff képviselőjének. Jó, hát röviden, tömören ezek szerint itt arról volt szó, hogy, hogy akik igazából együtt dolgoztak, de például ott az egyik jel. Na ezek, hogy nem nagyon tudom, hogy így mi merre hány méter. Tehát úgy néz ki, igen, tehát, hogy akik egy részlegben dolgoztak, ők ismerhették egymást, viszont ahhoz, hogy azért mindenki mindenkivel találkozzon, azt nem engedhették meg maguknak. Úgyhogy az ilyen összejövetelekkor mindenki maszkot hordott. Na nézzük. The Daily Graphic. Elmira Zeigner, matematikus, csatlakozik a Warden Cliff Corporationhöz. Az emberiség legjobbjai gyülekeznek a Helios fedélzetén. Új áttörés a dimenzionális fizikában. Egyetemek fognak össze a Warden Cliff ellen, miután újabb tudós csábít át tőlük. Hát igen. No. Azt hiszem... Talán megtaláltunk itt mindent. Azért gyorsan még körbenézek, hogy van itt még valami. Valami kis extra. De ahogy nézem... Aha. Na. Maszk. Dim fizika. Belsőben következő gravírozták. Dimenzionális fizika, anomitás maszk. Visszajuttatni a Warden Cliff képviselőjének. Jó. Oké. Na elvileg valahol itt van a jobb oldalt a safe. Ami nekünk kell. Ott. The World újság, igen. Rezonancia más dimenziókkal, ingyenes áram, megszegi a áramtalanulás törvényét. Jó, ezt már olvastuk. Remélem. Na, akkor itten átalugrunk. Vagy szökkenünk. Memo. Recepciós emlékeztető. Erik. Ne felejtsd el leírni az új szépkódot, amikor megváltoztatod. Margaretnek múlt héten le kellett jönni egészen a tech laborból, csak hogy újraindítsa a szép mechanizmust. Nem örült neki. Többször el ne szúrd. Aktuális kód 142. Igen, azt már olvastuk. That must be the safe. Igen, ez a szép. No, 142, akkor ez a kettes, az a négyes, akkor azt nem bántjuk. Egy. Lift kulcskártya, Faraday kerületi lift kulcskártya. Bingo. A key card for the elevator. Jó. Oké. Akkor ezzel megvagyunk. Madarak. Ti honnan jöttetek be? Shit.